Hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit. A Baross Gábor Nemzeti Gazdaság Pártoló Társaság mai összejövetelén szép számmal jöttünk össze a kedves tagjainkat és a kedves vendégeinket egyaránt köszöntjük. Az elmúlt időszakban kétszer is társaságunk a kultúrával foglalkozott, a nemzeti vagyon részét képező kulturális vagyonnal. A kulturális vagyonok az immateriális és a materiális részével egyaránt. Ez utóbbival a legutolsó ülésünkön, a materiális kulturális vagyon jelentős része a közgyűjteményekben van, és a legutolsó összejövetelünk számos meglepetéssel, a jelenlévők részére számos meglepetéssel szolgált, ugyanis jóval nagyobb kulturális vagyonról van szó a nemzeti közgyűjtemények keretében, mint amit egyáltalán gondoltunk, amikor a szülést megszerveztük. Kiderült, hogy mi kulturális nagyhatalom vagyunk, mint ahogy egy kompetens előadó az ülésre elmondta, és Bécs és Leningrád között Budapest az a megálló hely, ahol a közgyűjtemények és a múzeumok látogatása szempontjából érdemes megállni egész Közép-Európát figyelembe véve. Az más kérdés, hogy méltatlan körülmények között és méltatlan állapotban van a közgyűjteményeink, sokkal nagyobb figyelmet érdemel. Az állásfoglalás, amit ebben a témakörben megfogalmaztunk, nagyon nagy visszhangra talált tagok körében és a külső körben is, és reméljük, hogy állásfoglalás, amiben ezek a méltatlan körülményeknek a javítását és méltóbb körülmények kialakítását javasoltuk, reméljük, hogy elhallatszik odáig is, ahol az új kormánynak a füle majd meg fog jelenni, mert mi üzentünk már a új kormány felé is, hogy a nemzeti vagyonnak ezt a részét a jellegén jóval nagyobb gondossággal és jóval nagyobb figyelmmel kell kísérni. Nos, a mai összejövetelünk eltérően a korábbiaktól és eltérően a Baross Gábor eddigi szokásaitól aktuális kérdéssel fog. Nem szoktunk aktualitásokkal foglalkozni. Ez az ülés azonban mégis ma aktuális kérdés. Mi az IMF-ről van szó. Az IMF-vel kapcsolatos számos információ, téves információ, pontosan nem is tudjuk, hogy melyik a helyes információ kering a sajtóban, a médiában, a közvéleményben. Általában az a tapasztalatom, hogy nem látnak tisztán az emberek, nem tudják pontosan megítélni az IMF és Magyarország szerepét. Ez a szerződés. A szerződésben elzálogosítottuk az országot. Elzálogosítottuk a nemzeti vagyon. Nem pontosan tudjuk, hogy mi van emögött, azt sem tudjuk, mi lesz, hogyha lejár a szerződés, ami ebben az évben le fog járni. Na, úgy gondoltuk, hogy ebben a kérdéskörben rendezünk egy összejövetelt, egy vitát, kompetens előadókkal és szakértőkkel, és azt remélem, és én abban bízom, hogy az ülés végén sokkal tisztábban fogunk ebben a kérdésben látni. Legalább mi világosan és pontosan látjuk, hogy mi a helyzet. Nos, megjött a harmadik előadónk is, Csaba László professzor úr, és akkor köszöntöm egyúttal szeretettel a kedves vendégeinket és az előadókat, Járai Zsigmond urat, aki egy azért is kompetens személy, mert a sajtó szerint, én nem tudom valójában ez hogyan történt, de a napokban tárgyalt az IMF-fel az ellenzék nevében, a kormány kifogásolta, hogy miért tárgyal az ellenzék az IMF-fel, de állítólag Járai Zsigmond volt az egyik tárgyaló fél a Fidesz részéről. Hogy? Bocsánatot kérek érte, hogy... Ha ez igaz, akkor erősíts meg, mert ami a sajtóban, az nem mindig igaz, de a sajtóban ezt olvastuk. Martony János úr, köszönjük szeretettel, aki ennek a kapcsolatrendszernek a politikai, külpolitikai vonásait, gondolatait fogja elemezni, és természetesen Csaba László professzor urat, aki mindig tárgyszerű és ironikus hozzászólásával általában nagy közönség sikert szokott aratni, és nem utolsó sorban ebben a kérdésnek igazi szakértő Bot Péter Ákos, aki elnökünk, akinek már nem csak az lesz a feladat, hogy moderálja, amit nem kell moderálni. Az összejövetelt, mert moderált emberek vannak, de hát ő szokta vezetni a vitát, de ebben a mai esetben nem csak a vitát kell, hogy vezesse, hanem a saját véleményét is meg kell ismerni ebben a... Színesíteni fogja a vitát, gondolom. Tehát az ő véleményét is szeretnénk hallani IMF kérdésben. Nos, hát ennyit a mai témáról, és akkor mielőtt belevágunk,
előtte szokásunknak megfelelően borkóstolással kezdtünk, borkóstolással folytatjuk, és hogy ki a borházigazdánk? Nos, a borkollégium, akár vendégei vagyunk, ahol dr. Rohály Gábor urat kérem meg, aki a borkollégiumnak az elnöke, alapítója, és a borkollégium révén Kovács Nimród, egri borgazda lesz, aki majd néhány szóval elmondja, hogy milyen borokkal kocintottunk eddig, és mivel fogunk kocintani. És akkor Gábor, kérlek, hogy te egy kicsi szélesebb körben a nemzeti imázsról, a borral kapcsolatban te itt valami különleges gondolatot fogsz elmondani nekünk. Köszönöm.